Újépítésű lakás vásárlása esetén 5% az áfa mértéke januártól, emellett a jogszabály alapján egy legalább szerkezetkészig generál kivitelező által épített ingatlan már termékértékesítéstek minősül, így az 5%-os áfa szabályai vonatkoznak erre az ügyletre is. Azok sem kerülnek rossz helyzetbe, akik önerőből építkeznek és saját maguk szerzik be az alapanyagokat, egyedül bízzák meg a mesterembereket a munkálatokra. Ők 27%-os áfát fizetnek meg az anyagok vásárlásakor, de az év elejétől visszaigényelhetik az áfát 5 millió forintig, nyilatkozta híradónknak Argyelán József pénzügyi elemző. Előírás az, hogy csak egyszer lehet áfát visszaigényelni, és csak egyfajta számla után kaphatunk vissza adót. Vagyis vagy 5%-os áfatartalmú számlákat igénylünk vissza, vagy 27%-os áfatartalmú számlák után igényeljük vissza az adót. Építkezéseknél azonban mindkét számlatípusból lehet. Például, hogyha csak generál kivitelezővel csak szerkezetkész állapotig építjük fel a házunkat, akkor erről a generál kivitelező 5%-os áfatartalmú számát állít ki számunkra. A további munkálatokról, egyedi megbízásokról, anyagbeszerzésekről viszont 27%-os áfatartalmú számláink lesznek. Ha a tavalyi évben generál kivitelezővel 50%-ban felépítettük a házunkat, akkor a számláink 50%-a 27% áfatartalommal rendelkezik, míg a számlák másik fele idén januártól 5% áfatartalommal bír. A költségek 70%-áról azonban kizárólag azonos áfatartalmú számlákat lehet benyújtani az áfa visszaigényléséhez. Pénzügyi elemző szerint a költségelszámolásra ebben az esetben is van lehetőség. Olyan megoldás elképzelhető, ugye a tavaly évben generál kivitelezővel építkeztem, 21%-os számlát kaptam, és idén ezt a szerződést felbontom, a továbbiakban saját magam fogom megvenni az alapanyagokat, és egyedileg megbízni a embereket, azaz továbbra is 21%-os számlát fogok kapni. Ez azt is jelenti, hogy teljesíteni tudom a költségvetés 70%-áról a 21%-os számla benyújtási elvárást, azaz vissza tudom igényelni az adót. Itt azonban ennek lehet ám egy hátránya is, hiszen magasabb áfatartalommal fogok továbbra is építkezni, ez vélhetően azt jelenti, hogy a költségeim is magasabbak lesznek. Érdemes teljes körűen utána járni, hogy melyik megoldás kedvezőbb a számunkra, az adóvisszatérítési támogatás legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.